Ezek a felvételek évekkel ezelőtt készültek a Báteszéki Ifjúsági Fúvózenekarról, amikor még rendszeresen részt vettek a Városi és a Német Egyesület által szervezett rendezvényeken. Akkor még Maul Péter vezette az együttest, és senki sem gondolta, hogy a Covid-járvány olyan károkat okoz majd a csoport életébe, ahogy ez később megtörtént. Ez a kicsi helység a zenekar próbaterme. Az elmúlt közel másfél esztendőben nem állt színpadon a zenekar, és nem volt lehetőség a teljes körű próbák megtartására. 2017-ben karnagyváltás történt az együttes élén, és Kolozsvári Gábor, az új zenekarvezető, most minden lehetséges módon az újraélesztésen munkálkodik. Úgy gondolom, részfúvós tanárként, hogy minden egyes településen szükség lenne egy fúvószenekarra természetesen, de itt, mivel Báteszék, ugye ez egy sváb település, ezért meg aztán halmozottan szükség van rá. Hát most elkezdtünk dolgozni szeptemberben, szerencsére most már nincsenek olyan korlátozó intézkedések, amik azt tiltanák, hogy mondjuk olyan zenekari tagok, akik például nem a zenéskola növendékei, részt vehessenek a próbán, sajnos tavaly volt ilyen, ami kicsit megakasztotta a munkánkat. Csak a zeneiskolának a tanulói vehettek részt a fúvószenekari próbán, mivel ez az iskolának az épülete. És akkor ezért hát, 5-6-an tudtunk próbálni, és nehéz volt a lelket tartani a gyerekekbe. Egyébként is egy generációváltás zajlik. Most már sokan elszármaztak innen, máshol dolgoznak, és most én azon dolgozom főleg, hogy minél több gyermek jön a zeneiskolába, és hogyha van a zeneiskolában utánpótlás, akkor őket be lehet integrálni a fúvószenekarba. A Báteszéki Német Egyesület számára is fontos lenne, hogy régi fényébe tündököljön a zenekar, hiszen zenei kultúrájuk meghatározó eleme a fúvószene. Az alapszabályunk is foglalkozik ebben. És mindezen a kötelezettségen túl azt gondolom, hogy mindegyünknek szívügye is, hogy a sváb, hagyományos értelembe vett sváb fúvószenekarok, német fúvószenekarok fennmaradhassanak. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a működését tudjuk segíteni itt a Báteszéki Ifjúsági Fúvószenekarnak. Nagy öröm az mindig, amikor megjelennek a zenekar tagjai, és a rendezvényeink fényét emelik a műsorok. A hagyományos értelemben, hogy ez a cseh morva alapokon nyugvó német fúvószenekar, fúvószenehez hozzátartozik az ünnepnapjainkhoz, nem minden napot mondanék semmiképpen, de az ünnepnapjainkhoz hozzátartozik. Hangszerre szükség van. Most éppen fafúvós hangszerekkel jobban állunk egyébként, de arra is lehetne, tehát az is beférne még a zenekarban, inkább részfúvósokra, főleg mély részfúvós hangszerre, tuba, tenorkürt, ez inkább ez, ami most hiány. Normál esetben ugye ez azt okozza, hogy általában ugye amatőrök vagyunk, akik játszanak ezekbe a zenekarokba, hát ők nem nyúlnak a hangszerhez. Nem azt mondom, hogy elfelejtődik, de hát ez most egy ilyen hosszú szakmai dolog lenne egyébként. Tehát kijönnek a rutinból sajnos, és akkor ez hosszú idő, mire ezt vissza lehet hozni. Ilyen intonációs problémák, tehát az, hogy maga egyáltalán a zenekar tisztán megszólaljon. Tehát már az is egy kihívás jelenti, mert pont hát nincsen karbantartó sajnos. Legalább egy esztendőre lesz szükség, mire újra úgy szólal majd meg a Báteszéki Ifjúsági Fúvószenekar, ahogy annak szólni kell, mondja Kolozsvári Gábor. De sürgősen szükség lenne olyan zenészekre, akik kötődnek ehhez a műfajhoz, ahhoz, hogy ne legyenek lyukak a zenekarban.